Leszállás közben túlfutott a leszállópályán, és több darabra tört egy repülőgép az isztambuli Szabiha Gökçen nemzetközi repülőtéren. A fedélzeten 171 utas és 6 fős személyzet tartózkodott. Hárman életüket vesztették, a többiek megsérültek. A fapados Pegasus Airlines Boeing 737-ese Izmirből érkezett. Heves eső és erős szél közepette próbált meg leszállni. Az első jelentések szerint 30-40 métert csúszott még a leszállópályán túl. A baleset után a repülőteret lezárták a forgalom elől. A repteret csütörtök reggelre újra megnyitották, a légügyi nyomozók vizsgálják a baleset okát.